Questo c'è Belli, Vietti, Hernanes, Pogba, Pogba, gol! Mazzolini megadja, és egy volt. Mandzukic a gólszerző a jelek szerint, aki ugye az első Juventus találatát is a Lazio ellen lőtt a szuperkupában. Érett ez a gól. Itt látjuk, hogy Les nincsen, és Mandzukic csúszik be, és csúsztatja a kapuba a labdát. A lassítások pont azt nem mutatják nekünk, hogy Pogba távol tartja az emberét, hogy az övé legyen a labda. Dybala, gól! 2-0 az 52. percben. És a kiállításnál nem lett volna egyértelmű, hogy itt már nem lesz dráma, akkor most már az. Dybala 15. gólja ez a bajnokságban. Paragrafus a szabálykönyvben. Nyilván a pszichológiai szakkönyvekben van. Itt látjuk még egyszer. Fogja Bonucci is Gentilettit. Aztán ő hamarabb engedi el, és egy jó nagyot esik. Hát igen, fújhatott volna bármit a játékra. Bent jön Dybala, meg is kapja Dybala! Gól! Na egy gyors kontra, 3-0. C'est ce petit ballon hein, dans le trou qui fait la différence. Et après toute la lucidité de Khedira, qui met le même genre de ballon. Hein, alors que l'on revoit hein, ce ballon de Mandzukic, qui est parfait pour Khedira. Il lève la tête dès le début, il le sait qu'il est là, Dybala. Petit contrôle pied gauche, il se la met sur son pied droit. Hein. Ah bah, c'est une quatrième passe décisive cette saison pour Sami Khedira. Un deuxième doublé pour Paolo Dybala après celui du 17 janvier sur la pelouse de l'Udinese. Ah, ce Scudetto qui est en train de se rapprocher. 3, oui pour les 3 buts, et si on met 2 petits doigts de plus, ça fait 5 pour les 5 titres. Ouais. D'affilée. Mais ça peut faire 5-0.